Köszöntöm Önöket, a Pannon Televízió híradóját látják. Május 26-a van Fülöp, Evelin és Gyöngyvér napja. 1521-ben Luther Mártont és tanait elítélte a Wormsi ediktum. 51 éve meghalt Tamási Áron, Kossuth Díjas író. Most lássuk a legfontosabb híreket, először csak címszavakban. Festőrestaurátorok érkeztek Magyarországról a Szabadkai zsinagógába. Szabadkáig épülhet a hódmezővásárhelyi villamos, ezt mondta ma a magyar miniszterelnök. Megkezdődtek az agrártámogatások második részeinek kifizetései. Tömegverekedés volt tegnap este Belgrádban a Szent Száva templomnál. Festőrestaurátorok érkeztek Magyarországról a Szabadkai zsinagógába. A szakemberek speciális festékeket és felszerelést is hoztak magukkal. Most még a falak előkészítési festése folyik, 10 nap múlva pedig hozzá tudnak fogni a díszítő elemek felviteléhez is. A munkások egy része a külső felújítási munkálatokat végzi a Szabadkai zsinagógán. Hátra van még az udvar felújítása, a parkosítás és a kerítés restaurálása. A belső részen már a finom munkáig jutottak. A kőrestaurátor befejezte a munkálatait, a fém és a farestaurátor a műhelyben Magyarországon dolgozik. A szakipari munkások, az asztalos javítások, a vitrázsok elkészítése, azok mind helyszínen Szabadkán készülnek. A falak előkészítési festése folyamatban van, 10 nap múlva érkeznek a restaurátorok és felviszik a díszítő festést. Az eredeti virágmotívumot fogják sablonok segítségével felfesteni a most még fehér falakra. Több mint 10 szín fognak használni. Kis területeken meghagyták az eredeti festést, hogy mindenki láthassa, összehasonlíthassa, hogy az új festés semmiben sem tér majd el az eredetitől. A Szabadkai zsinagóga több funkciót tölt majd be, amikor elkészül. Marad a vallási, tehát hogy eredetileg miért is volt felépítve ez a zsinagóga, de azon kívül, mint turisztikai hely lesz, tehát idegenforgalmi funkciót is fog képezni a zsinagóga, azután kiállítási teremnek alakítottuk át az alsó résznek a bal és jobb oldalát, és itten a szabadkai zsidóságnak a története lesz látható. Még ami szintén nagyon fontosnak tartom, az, hogy kulturális rendezvények helyszíne lesz a zsinagóga. A munkálatok a tervezett ütemben folynak. Az év végéig elkészül a teljes felújítás, tették hozzá az illetékesek. A budapesti Dohány utcai zsinagóga után a szabadkai Európa második legnagyobb zsidó imahelye. A felújítási munkálatok összértéke mintegy 2 millió euró, amelyet a magyar kormány finanszíroz a Magyar Nemzeti Tanácson keresztül. Szabadkáig épülhet a hódmezővásárhelyi villamos, ezt mondta ma Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök a Modern Városok program keretében megállapodást írt alá a délalföldi város polgármesterével. Egyéb fejlesztések mellett a magyarországi terület és település fejlesztési program keretében 10 milliárd forintot kap hódmezővásárhely, ahol épül az északi elkerülő út is. Orbán a tramtrainről, a helyközi villamosról kijelentette, szükség van a beruházásra, de észszerű áron és keretek között kell megvalósítani. Ezt azonban nem csak Hódmezővásárhely és Szeged között kellene megépíteni, hanem Szabadka-Szeged-Hódmezővásárhely vonalon is. Szerbiával megkezdik az egyeztetéseket a jövőben, ígérte a magyar kormányfő. A tisztességes kapcsolatok kialakításának a feltétele a hidak építése, hiszen hidak nélkül a Balkán nem képes a túlélésre, mondta Alexander Vučić, a Jubovija és Bratunac településeket összekötő híd munkálatainak megtekintése során a Drinánál. Szerbia államfője Tomislav Nikolić és Szerbia miniszterelnöke Alexander Vučić a Drinán épülő hídon találkozott a boszniai szerb köztársaság elnökével, Milorad Dodikkal. Péntek délután a Drinánál létrejött találkozó során a politikai vezetők a híd építésének munkálatainak folyamatáról tájékoztatták az egybegyűlteket. A szerbiai Jubovija és a boszniai szerb köztársaság területén található Bratunac településeket összekötő építmény munkálatai 2015. októberében kezdődtek.
a több mint 220 méteres híd megépítése a végéhez közeledik. Alekszandar Vučić szerb miniszterelnök szerint az épülő híddal szorosabbá válhat a két ország, illetve a part két oldalán élő szerbség viszonya. Mostovi povezuju, spajaju, preko njih se upoznajemo, prestajemo da se plašimo jedni drugih. Počinjemo da se razumemo i shvatamo koliko smo jedni drugima potrebni. Mostovi nam također omogućuju da radimo, donose poslove, novac, investicije, nova radna mesta, uče nas i prenose znanja. Milorad Dodik, a boszniai szerb köztársaság elnöke szerint a politikusokat az határozza meg a legjobban, hogy mit hagynak az utókorra. Hangsúlyozta, a Drinán épülő legújabb híd fontos bizonyítéka annak, hogy a szerbiai és a boszniai politikusok jól dolgoznak és igyekeznek összekötni a két országot mind kulturális, mind gazdasági szempontból. Ova rijeka za srpski narod ima poseban značaj. I način na koji treba da taj značaj održavamo u jednom pozitivnom smislu jeste da gradimo mostove. Da gradimo i da učinimo da sve bude bliže i da bude sve jedinstvenije. Ovo nije napravljeno da dijeli, ovo je napravljeno da spaja. A megegyezés szerint Szerbia építi az egész hidat, illetve a Jugoszláviába vezető útszakaszt, míg a boszniai szerb köztársaság a Bratunáchoz vezető utat, valamint a közös határátkelőt készíti el. A beruházás értéke 13 millió euró. Az építkezés várhatóan szeptemberben fejeződik be. Május 30-án, 31-én vagy június 1-én teszi le az esküt Alekszandar Vučić megválasztott elnök, mondta Maja Gojković, a szerbiai parlament elnöke. A parlamentben az újságírók kérdésére válaszolva hozzátette, ezzel betartják a törvényes határidőket, valamint értesíteni fogják a nyilvánosságot a pontos dátumról, amint az biztossá válik. A 2016-os évi városi költségvetésről szóló jelentés váltotta ki a legnagyobb vitát Újvidék város képviselőtestületének mai ülésén. Míg a hatalmi többség szerint a tavalyi évi költségvetés kifejezetten eredményesnek mondható, az ellenzéki pártok úgy vélik, nincs látszata az elköltött pénzösszegeknek. Mintegy 24 milliárd dinárból gazdálkodhatott Újvidék 2016-ban. A fennmaradt többlet 4 milliárd dinárt tesz ki. Elég heves vita volt a költségvetés körül, de elmondhatom így röviden, hogy a költségvetés megvalósulása és magának a költségvetésnek a pontossága elég nagy, magas százalékon volt, és hát gondolom, hogy az idei évi költségvetés is így fog ráépülni a tavalyra. Az ellenzéki pártok szerint a hatalmi többség szinte egyetlen figyelemre méltó befektetést sem tud felmutatni. Nehezményezik azt is, hogy sok esetben megkérdőjelezendő tevékenységet folytató szervezeteknek ítéltek oda eszközöket. Ono što je jasno jeste da je trošenje budžeta, odnosno novca građana Novog Sada bilo netransparentno i nedomaćinski u 2016. godini. Jasno je da u prethodnoj godini nije urađena ni jedna velika investicija, ni jedna kapitalna investicija, sem novca koji je opredeljen za izgradnju fabrike Lir. Miloš Vučević, Újvidék polgármestere szerint azonban a 2016-os évi költségvetés kifejezetten sikerként könyvelhető el. A megvalósított bevétel ugyanis jóval nagyobb lett, mint 2015-ben. Ostvarili smo 97,40% naplate od planiranih prihoda. Mislim da možemo da se sa time pohvalimo, da možemo to da istaknemo kao primer, a to je za 3 milijarde dinara ili nešto manje od 15% više prihoda nego u 2015. godini. A képviselők az ülésen egyebek mellett a kommunális intézmények iránti adósok helyzetét, valamint a Heréskertnél tervezett park kiépítésének egyes részleteit is megvitatták. Megkezdődött az agrártámogatások második részének a kifizetése. A szerb mezőgazdasági minisztérium ezúttal a műtrágya vásárlásra biztosít támogatást. A gazdák az igénylést május 31-ig még beadhatják. Az első körben csaknem 29 ezer bejegyzett gazdaság számlájára utalták át a pénzt, összesen majdnem 550 millió dinárt. A vásárlást igazoló számlák benyújtásával az igényléseket május 3-a óta fogadják az illetékesek. A gazdák csütörtökig 72
3.821 igénylést adtak át, ezeknek a pénzbeli értéke 1,17 milliárd dinár. A következő fordulóban 36.367 gazdaság igénylését törlesztik, vagyis összesen 510,23 millió dinárt. A többi 7.774 gazda, aki már benyújtotta a műtrágya számláját és kérvényezte a támogatás kifizetését, vagy ezt május 31-ig megteszi, június 8-án számíthat a pénzre. Az Agrár Kifizetési Igazgatóság tájékoztatása értelmében a támogatásokat a jövőben hetente folyósítják. A kifizetési kérelmeket szeptember 30-áig lehet benyújtani. Tömegverekedés volt tegnap este Belgrádban a Szent Száva templomnál. A szerbiai RTV értesülései szerint szurkolók csaptak össze. A fiatalok botokkal és fáklyákkal támadtak egymásra. Két drukkert a helyi sürgősségi központba kellett szállítani. Nincs információ arról, hogy valakit letartóztattak volna az eset kapcsán. Fegyveres rablás történt tegnap késő éjjel egy belgrádi üzemanyag töltőállomáson. A benzinkút egyik alkalmazottja súlyosan megsérült. A bűncselekmény 22 óra 35 perckor történt a Nis felé vezető autópályán, a Nis Petrol kútnál, amikor egy ismeretlen személy berontott a töltőállomásra, fejbelőtte az ott dolgozó munkást, majd elmenekült. A fiatal nőt életveszélyes sérüléssel szállították a helyi sürgősségi központba. A rablás idején több alkalmazott is dolgozott a benzinkúton, de senki más nem sérült meg. A rendőrség nagy erőkkel nyomoz az elkövető után. Az éjjel lebontották a Zimonyi dzsámit. Az iszlám közösség tiltakozásai ellenére éjjel lebontották az illegálisan felépített épületet. Az N1 televízió szerint a bontás hajnali 3 és 4 óra között kezdődött. A környéket a rendőrség lezárta. A dzsámi bontását eredetileg tegnapra tervezték, de a nagy tiltakozások miatt elnapolták. Az objektumon a tetőteret és az emeleti részt bontották le. Az épületnek ezeket a részeit 2014-ben építették engedély nélkül. A munkálatokat többször félbeszakították, majd újra kezdték. A reggeli órákban a helyszínre érkeztek az iszlám közösség tagjai is. Március 1-e óta rekordszámú 110 illegális határsértőt tartóztatott fel a magyarországi hatóság most csütörtök éjjel. A horgosiak szerint nem nőtt a bevándorlók száma az elmúlt időszakban, a település környéki tanyák azonban másról tanúskodnak. Évek óta elhagyatottan állnak a horgos melletti tanyák, az ott található lábnyomok, szemét és arab nyelvű falfirkák azonban arra utalnak, hogy az utóbbi időszakban ideglenes lakói vannak ezeknek a házaknak. A tanyákon ugyan nem találkoztunk migránsokkal, a néhány méterrel odébb található erdős területen azonban 7 afganisztáni férfi sátorozott. 4 hónapja tartózkodnak Szerbiában. Azt, hogy hogyan jutnak az unió területére, nem tudják. I'm going to France. Afghanistan. Stábunk ott létekor a hétfős csapat újabb 3 taggal bővült. A táborba érkező férfiak elmondták, csütörtök éjjel illegálisan léptek be Magyarország területére egy kamionba rejtőzve. A hatóságok azonban elfogták őket. Az egyikük nem adja fel, teherhajón mennek Kanadába. And what's your plane now? My plane on Nojal container in the Canada. Horgos központjába nem merészkednek be a bevándorlók, a falut egyelőre elkerüli a korábbihoz hasonló migráns áradat. Mondják, hogy feltörték a tanyákat, mindent föltüzeltek, lepiszkoltak, tönkretettek, de gondolom én nekem nincs ilyen ingatlanom arra, de nagyon sokan panaszkodtak, a gyümölcsösöket tönkretették, a fiatal fákat széttörték, ilyenek voltak, igen. Egyelőre az a jó, hogy itt a központban kevesen vannak. Máskor sokan többen voltak, és itt az eléggé rossz volt nekünk is. Majd meglássuk, milyen lesz. Reméljük, nem lesz olyan szituáció, mint tavaly. Egyet-kettőt, már ma például kettőt láttam, tehát annyira nincsenek éppen szaporodva. Fény is se félek. A falu központjához hasonlóan a horgoshoz közeli tranzitzónában sincs nagy forgalom. Ott mindössze 4 bevándorló tartózkodott péntek délelőtt. Every day 5 person going to Hungary, and today went one family.
It was there was 4%, and today they went, and the leger every day going to Hungary 5%. A főként Afganisztánból és Pakisztánból érkező migránsok fő úti célja még mindig Németország és Ausztria. Vádat emeltek egy szerb állampolgár ellen, aki járművébe zsúfolva 18 szír határsértőt próbált Röszke közeléből Nyugat-Európába szállítani 2015 nyarán, tájékoztatta a Csongrád megyei főügyészség helyettes szóvivője pénteken az MT-t. A vádirat szerint a férfi 2015. augusztus 26-án reggel 18 szír állampolgárt vett fel Röszke közelében azért, hogy őket Nyugat-Európa felé vigye. A vádlott 200 eurót kért személyenként a szállításért. A járművet az indulást követően röviddel a rendőrök megállították, de a vádlott kiugrott és elmenekült. A férfit később nemzetközi elfogató parancs alapján Koszovóban fogták el. Nézzük, mi lesz a híradó második felében. A reformoknak köszönhetően egyre többen részesülhetnek duális oktatásban, mondta a tartományi oktatási titkár. Ünnepélyes záróműsorral ért véget az Óbecsei alkotók és újítók által szervezett előadás sorozat. Most kapcsoljuk a közügyek stúdióját. Szervusz Viktória, mivel várjátok a nézőket? Szervusz, köszöntöm a híradó nézőit. A közügyek témái: vasárnap helyi közösségi választások csókán, azután mit kell tudni a nemzetek közötti viszonyokkal foglalkozó bizottságokról. A Szatrakt kábelszolgáltató Szabadkán is építi hálózatát, azután ötletből valóság és tudomány népszerűsítés, tudományok útja és agrárvállalkozói innovációs verseny, és a kis vásárló erő mellett is kellendő a házi készítésű termék, hagyományos ízek Szabadka központjával. Ezekkel várom Önöket a közügyekben. Köszönjük! Több mint 20 kopt keresztény halt meg Egyiptomban, amikor egy fegyveres tüzet nyitott az őket szállító autóbuszra. A támadás során több mint 20-an megsérültek, a Kairótól 250 kilométerre délre található Minya kormányzóságban. Egyelőre egyetlen terrorszervezet sem vállalta a felelősséget. Húsvét vasárnapján az Iszlám Állam robbantott kétszer is, egyszer Tantában, egyszer pedig Alexandriában. Mindkét alkalommal kopt keresztények voltak a célpontok. G7 csúcs találkozót tartanak Szicílián. A földközi tengeri szigeten Franciaország, Németország, Olaszország, Japán, az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok és Kanada, illetve az EU vezetői egyeztetnek a bevándorlásról, a klímaváltozás elleni fellépésről, szabadkereskedelmi megállapodásokról és Afrika megsegítéséről. A kétnapos tanácskozás kimenetelét nehéz megjósolni, mert a 7 vezető politikus közül 4, a francia elnök Emmanuel Macron, Paolo Gentiloni olasz miniszterelnök, Theresa May brit kormányfő és Donald Trump amerikai elnök most először vesz részt G7 csúcson. Trump számos kérdésben ellentétes véleményt képvisel, mint a többi vezető. A legmarkásabb különbség a klímaváltozással kapcsolatban van közöttük. Donald Trump amerikai elnök arrébb lökte Duško Marković montenegrói miniszterelnököt a brüsszeli találkozón. Hívja fel a figyelmet egy videó a csütörtöki brüsszeli találkozón történtekre. A videón megjelenik Orbán Viktor magyar miniszterelnök is. Az elején látni lehet, hogy Trump éppen Orbánnal beszélget, aztán az amerikai elnök arrébb teszi Marković-ot. Trump Belgiumban uniós vezetőkkel egyeztetett és részt vett a NATO tagországok állam- és kormányfőinek csúcstalálkozóján. Egyébként az eset miatt amerikai polgárok aláírásgyűjtésbe kezdtek azért, hogy Trump kérjen bocsánatot Duško Marković-tól. Újvidéken, Szabadkán, Mitrovicán és Pecsincén vannak olyan szakközépiskolák, amelyekben az elmúlt években duális oktatásban is részt vehettek a diákok. Az ilyen jellegű képzés abban segíti a tanulókat, hogy a gyakorlati tapasztalatokat könnyebben elsajátítsák, valamint gyorsabban juthatnak munkahelyhez. Jelenleg 300 középiskolás tanul a duális oktatás szabályai szerint, de a reformok után akár 1500-an bekapcsolódhatnak a rendszerbe, mondta Nyilas Mihály tartományi oktatási titkár. Beiratkozási terv szerint, amely a következő iskolai évre vonatkozik, már sokkal több ilyen osztály nyílik, és sokkal több önkormányzatban. Most már 16 városban
jelentkeznek ezek a szakok, és sokkal szélesebb területeken, mint eddig, tehát a fémipar mellett most már a mezőgazdaság, a mezőgazdasági feldolgozóipar, az idegenforgalom és sok-sok egyéb szakma is duális módon kerül megvalósításra. Ünnepélyes záróműsorral ért véget ma az óbecsei alkotók és újítók által szervezett Innova 2016-2017 című előadássorozata TAN Emlékházban. A rendezvényen néhány újítást is bemutattak a kiállítók. Egy számítógéppel vezérelt, automatikus vízszintszabályzót mutatott be az érdeklődőknek Kovács Zsolt tanár. A berendezést az Óbecsei Műszaki Iskola két diákja az ő mentorálásával készítette el. Szerinte a fiatalokat nem könnyű alkotásra ösztönözni. Én a gyerekeket valójában úgy motiválom, hogy bizonyos ötleteket szoktam nekik felvázolni, vagy esetleg összegyűjtsük egy papírra azt, hogy milyen problémákba ütköznek akár az otthonuk, a háztartás körül, vagy esetleg valami ipari problémával szembesülnek, hogy próbálják a saját szemszögükből ezt megoldani, és akkor aztán egy kis segítséget nyújtok ahhoz, hogy ezt hogy lehetne esetleg műszakilag kivitelezni. Az októberben kezdődött Innova előadássorozatot az idén először tartották meg Óbecsén. A fiatalok bekapcsolása nagyon fontos. Egy az, hogy mi is átadjuk a mi tapasztalatainkat, a másik az, hogy ők is tele vannak ötlettel, csak segíteni kell nekik mindezt kihozni. Az óbecsei tanfivérek értelmiségi körkeretében működő alkotók és újítók szakcsoport Innova 2017-2018 címmel őszre szeretné majd folytatni az előadás sorozatot. A hagyományos családtámogatásokról szóló beszélgetéssel tegnap délután a Magyar Kanizsai Ifjúsági Otthonban megkezdődött a Születés Hete háromnapos programsorozata. Süreg Anita óvónő óvodai testnevelő specialistaként az idén útjára indította a másfél évestől három éves korú gyermekek részére a Pöttöm tornát. Ezúttal a nullától három éves korú kicsinyek kreatív és játékos mozgásfejlesztéséről szólt a hallgatósághoz. Ilyenkor a szülők egy kicsit tanácstalanok abban, hogy a gyermekükkel mit lehet játszani, mit tudnak egyáltalán egy újszülöttel kezdeni, mivel az újszülöttek úgymond nem kommunikálnak, de nem tudnak még beszélni, és a szülő nem tudja, hogy mit lehet, mit nem lehet a gyermekével, mit kell, hogy egyáltalán megtanítson neki. Az alkalomhoz illően berendezett, pelenkázó, szoptató és játéksarokkal ellátott, gyermekrajzokkal díszített teremben a kicsik boldogan játszadoztak a beszélgetések ideje alatt. A programot szervező ifjúságiroda szakirodalmat is biztosított az anyukáknak és apukáknak. A programot megpróbáltuk úgy összeállítani, hogy ne csak a szülőkhöz, illetve ne csak a várandós anyukákhoz szóljunk, hanem hogy picit megmozgassuk a családokat is. Tehát a családtervezéstől indulunk, illetve azokhoz is szólunk, akikben még csak megfogan az az ötlet, hogy majd egyszer gyereket fognak nevelni. A Születés Hete programsorozat három napig tart, szombaton zárul. A szervezők minden nap egy filmvetítésével zárják a programot. Ruhaosztást szervezett ma a rászorulóknak a Magyar Mozgalom Városi Szervezete és a Mozgalom a Polgári Szabadkáért az Észak-Bácskai Városban. A ruhaadományok nagy részét az MM tagjai gyűjtötték össze, és más lakosoktól is érkeztek felajánlások. A továbbiakban is várjuk ezeket a felajánlásokat, az iroda munkaideje hétköznap délelőtt 11 órától délután 3 óráig, tehát hétfőtől péntekig ebben az időpontban nyitva van az iroda, behozhatják a polgárok a fölöslegessé vált holmiukat, nagyon sok a rászoruló, nagyon sokan jönnek ezekre a ruhaosztásokra, és itt találnak maguknak megfelelő ruházatot. Június 4-én vasárnap 21:35-kor mutatják be a Fohász a déli végeken című dokumentumfilmet a Dunavölgy csatornán. A filmet a Magyar Kanizsai Cinema filmműhely készítette, az alkotás a Magyar Média Mecenatúra program támogatásával készült el. A 25 perces film rendezője Fejős Csilla, az operatőr Csubrilo Zoltán, a producer pedig Iván Attila volt. A délvidéki papköltő Bogdán József Fohász a teljesülésében bízva éli mindennapjait és álmodik a jövő, amely megtartja vajdaság délbánsági magyarságát. A költő és kitüntetetten papi hivatást vállaló Bogdán József arcképét hivatott megrajzolni ez a dokumentumfilm. Egy színes hír a nagyvilágból.
Esztázival teli hátizsákot találtak egy galambon Kuvaitban. A rendőrség ezen a héten fogta el a madarat, amely drogot csempészett a hazafelé vezető útján egy kis hátizsákban. A galamb állítólag Irakból jött, és a határőrök a határon látták meg és fogták el. Akkor vették észre a droggal teli hátizsákot, amelyben 178 darab tabletta volt. Arról egyelőre nem lehet tudni, ki küldte, illetve fogadta volna a drogcsempész galambot. A galamb ugyanis él a hallgatás jogával. Francesco Totti, az AS Roma labdarúgó csapatának legendás játékosa bejelentette, hogy a vasárnapi Genoa elleni mérkőzés lesz az utolsó számára a klub játékosaként. A 40 éves irányító csütörtökön beszélt először erről, a jövővel kapcsolatban azonban homályosan fogalmazott, így nem tudni, hogy máshol folytatja a játékos pályafutását. Búcsúját minden esetre a szurkolók is szinte biztosra vették, így a Genoa elleni találkozóra már két hete elfogyott minden jegy. Az olasz válogatottal 2006-ban világbajnok támadó egész karrierjét az AS Rómánál töltötte, pedig a legnagyobb klubok is hívták. Totti 1993-ban mutatkozott be a felnőtt csapatban, amellyel 2001-ben bajnokságot, 2007-ben és 2008-ban olasz kupát, 2001-ben és 2007-ben pedig olasz szuperkupát nyert. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. Festőrestaurátorok érkeztek Magyarországról a Szabadkai zsinagógába. Szabadkáig épülhet a hódmezővásárhelyi villamos, ezt mondta ma a magyar miniszterelnök. Megkezdődtek az agrártámogatások második részeinek kifizetései. Tömegverekedés volt tegnap este Belgrádban a Szent Száva templomnál. Köszönjük figyelmüket, ne feledjék, ha a panonrtv.com-ra kattintanak, még több friss hírt olvashatnak. Most következik a közügyek, majd Kalamár is, utána Pannon gazda. 7:30-tól a szubjektív vendége, N. Császi Ildikó, a Maribori Egyetem egyetemi docense. A 20 órai híradót követően a Hippolita lakály című magyar vígjáték a Pannon televízió műsorán. Viszontlátásra!